Nekem már nem sok minden maradt. Kevés a buksasonton. Mindenek előtt azonban belevágnék a mondandóba. Először is engedjék meg, hogy néhány jelenlévő, néhány vendégünket külön is köszöntsem. Külön szeretném köszönteni Schmidt Pál alkotmányozó képtársasági elnökünket. Elfelejtsük el sohasem, mindazoknak a intézkedéseknek, döntéseknek, félénken mondom, sikereknek a lehetőségét alapját az új alkotmány teremtette meg. Elfogadása, nyilván elmondom, nem lett volna lehetséges, köszönjük szépen. Tisztelettel köszöntöm Boros Péter miniszterelnök urat a társaságunkban. Teljesen is régi vitapartnerekkel szövetségesen. Hálás vagyok neki, hogy mind a mai napig mostani polgármester és RC kormány munkáját tanácsaival és tapasztalataival, bölcsességével segíti. Tisztelettel köszöntöm Dalmarfajt, köszönjük szépen a vitapartnerekkel. Köszönjük a Szöktársági Elnökünk emléke is. Tisztelettel köszöntöm Antal József özvegyét is, és sokkal köszönjük szépen. Beszélnénk erről, meg tudjuk idézni az első demokratikus kormányzat emlékét is, amely fontos útra való a mostani kormányzat számára. Az igazság az, hogy külön köszöntöm a KDNP-nek az elnökét, nem csak azért, mert bevált szövetséges és jó bajtárs, illetve a KDNP tagjai jó bajtársak a számunkra, hanem azért is, mert minden őket, illetve minden őt. Még mondhat fejből is beszédet, nekem ez már megvan írva, pont várva, hogy minden szóna jelentősége van. Szerencsé a régi már. Szeretettel köszöntöm Kósa Lajos frakcióvezető úrunkat, aki abból a szempontból játszik Magyarország politikai életében fontos szerepet, hogy neki kell hátországot biztosítani a számunkra, neki, illetve a frakcióknak vethetjük a hátunkat, amikor nehezen a politikai döntésekre készülünk, a parlamenti képviselők nélkül ugyanis semmilyen kormányzati döntés nem lenne lehetséges. És köszönetet kell mondanom Varga Mihály miniszterúrnak is, aki pedig mindannyiunk, de nekem különösképpen nagy segítség, hiszen lehetővé teszi a biztos államháztartási kormányzást, számunkra azt a lehetőséget, hogy ne a pénzügyekkel, hanem más kormányzati természetügyekkel fogjuk tudja foglalkozni, milyen hálásak vagyunk ezért. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, de persze az emberre hiába eltűnt a fejből való beszélésről arra hivatkozva, hogy reagálja kell néhány elhangzott gondolatra, csak szerez magának némi szabadságot. Én is így vagyok ezzel, és nem állhatom meg szó nélkül Varga Mihály miniszter úrunk két gondolatát, amelyhez csatlakozni szeretnék. Az első a kérdéstől, most akkor sikeres-e a magyar gazdaság vagy nem. Amiről persze mindenkinek meg lehet látni a véleményét, aki a józan és szabályai tiszteli, alig hallhat egyfélétől különböző választ erre a kérdésre. De nem is az izgalmas kérdés, hanem az, hogy akkor a nyilvánvaló tények ellenére is azt akarja nekünk elmagyarázni, hogy nem járunk jó úton, az miért beszél? Ez az igazán. És itt szeretnék világosá tenni, hogy sikeresnek lenni, az nem csak abból a szempontból érdekelendő kérdés, amiről Varga Mihály beszélt, hogy lehet azért innen is, meg onnan is, hanem azt is fel kell tennünk, onnan is meg lehet közelíteni ezt a kérdést, hogy kinek sikeres. És kétségkívül senki sem tagadhatja le mondjuk a makrogazdasági számok javulását, amiről előttem két képviselőtársam is beszélt, illetve a miniszter úr is volt, de mégis a kritikák heve tüze csak nem akar alátkodni, amely nem nagyon látom más lehetséges és érdekén nyugvó magyarázatát, mint hogy mi nem úgy vagyunk sikeresek, ahogy mások szeretnék, hogy sikeresek legyünk. Ugye mi a magunk magyar módján vagyunk sikeresek. Mit jelentett? Ez azt jelenti, hogy amikor sikeresek vagyunk, ez azt jelenti, hogy a számokat is hallhatnák, hogy pénz, teljesítmény valahová kerül. Kiknek kerül, ez is a kérdés. És nekünk mindig is lesz egy vitánk a globális elittel, globális politikai és gazdasági elittel, mert ők azt szeretnék, ha a magyar
nemzetgazdaság sikeres lenne, jó makrogazdasági számokat mutatna, de úgy, hogy az első helyen nekik jó, és második helyen jó nagyon. Mi meg úgy, hogy nem épp a fordítottját gondoljuk, mi egy olyan gazdaságpolitikát akarunk, amely első helyen a magyaroknak jó, és csak második helyen a globális elitnek. Hát persze senki sem gondolhatja, hogy lehetséges olyan gazdaságpolitikát folytatni a mai nyitott modern világgazdaságban, ahol a globális nőke, a külföldi beruházók nincsenek jelen. És nem is olyan helyes, hogyha ezek kiszorításán gondolkodna bárki. A nemzetgazdaság egészében való helyes beillesztés módja az a kérdés, amiről beszélünk, és mi úgy illesztünk be a nemzetközi tényezőket a magunk gazdaságpolitikájában, hogy ahol olyan sikert keletkezik, ami első helyen a magyaroknak jó, és utána a többieknek. És ezért mondjuk azt, függetlenül a bennünk meglévő kíváncsi kérdésekről, hogy mi sem a nagyszerű dolog, hogy az Egyesült Államok elnökét pontosan gondolkodni, hogy azt mondja, hogy Amerika az első, amelyik a first, mi is ezt mondjuk, Magyarország az első, és utána következik mindenki más. Mihály, engedd meg, hogy még ennyivel csatlakozok ahhoz, amit elmondtál. Van még egy fontos kérdés, amit szeretnék kommentálni, ez pedig a hányan dolgoznak, és jó-e, hogy ilyen sokan dolgoznak a dolgoznak. Kétségkívül létezik olyan közgazdasági gondolkodásmód is, amely azt mondja, hogy a vendégmunkások beengedése az jót tesz a munkaerőpiaci versenyben. Én ezt a véleményt nem osztom. Szükség lehet természetesen kívül jövő munkaerőre, hogyha a magyar már elfogyott. De ez egy fontos megszorítás, hogy egész addig, amíg Magyarországon van munkaerő, addig nem szabad senki másnak munkát adni, csak a mi állás nélkül lévő magyaroknak. Ez nem csak azért gondolom, hogy így igazságos, hanem mert magunk elé képzelünk egy országot. Egészen más a kultúrája és a lelkülete egy olyan országnak, ahol minden munkát az a közösség végez el, amely a közösség tulajdonolja az országot, ideértve egyébként a legnehezebb, vagy legkevésbé becsült munkát is, vagy legkevésbé megkérdezett is, mint egy olyan ország lelkülete, amely rendszeresen lenéz bizonyos fajta munkákat, amelyet maga nem hajlandó ellátni, és lepasszolja másokat. Meggyőződésem, hogy ha azt akarjuk, hogy Magyarország egy erős rendszer legyen, akkor először is mindenkinek munkát kell adnunk, és mindenfajta munkát meg kell becsülni. A takarító munkáját is, a útkakarókét is, a segédmunkásét is, az állattartóit is, minden egyes magyar ember munkáját meg kell becsülni, ezért teljesen invázió emelése, és egész addig, amíg van munkanélkülnek ember, addig nem kell gondolni arra, hogy másoknak, saját munkát kívül másoknak munkát adjunk. Ez a második megjegyzés, néhány munka megengedték, hozzá szerettem volna fűzni az előadásokhoz. Tisztelettel köszöntök mindenkit, Szent László királyú születése napján. Mielőtt mondatomra kérnék, illő és érdemes megemlékezünk országépítő királyunkról. Szent László megerősítette a magyar államot, amelyet megvédett minden külső támadástól és belső ármánytól. Hatalmasságok között reálpolitikát folytatva biztosította országunk függetlenségét, Stott Brüsszel. Megvédte a magyarokat a nomád népek pusztításától, Stott migránsok. A Szent Istvánnyi úton haladva megerősítette a magyar állam és a magyar nemzet identitását, Stott Soros. Ezer éve jártak a magyarok ezen az úton, és erről az útról mi mostani magyarok sem akarunk megérni. De tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez nem egy történelmi konferencia, mi azért jöttünk ma össze, hogy megmondjuk a sorrendben 5. nemzeti konzultációnk mérlegét. És persze, ha már konzultáció volt, amit le kell zárnunk, akkor gondoltuk, hogy tartsunk egyfajta nyári seregszemlét, ne csak úgy szétkoszoljanak a helat, aztán ki tudja, hogy szeptemberben mikor és hol látjuk egymást újra. Tehát szeretnénk rendezett formában lezárni a politikai évadot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 3 évtizeddel ezelőtt az akkor szárnyai gondolató politikai közösségünk közös álma a vasfüggöny lebontása és Európa egyesítése volt. Kommunisták lett, szovjetek kívül. Az vezetett minket, hogy megvalósítható Schuman és Adenauer európai gondolata. Gondoltuk, megvalósítható úgy, hogy mi magyarok ennek az Európának szabad, független nemzetként aktív, teljes
szerencséjére Németország élén egy nagy kancellár elmúlt, aki megragadta a gondviselés elsuhanó köpönyegének szegélyét, ahol a Bismarck tanította, és egyesítette Németországot. Ezzel visszafordíthatatlanná tette a kommunisták le, szovjetek ki európai politikát. Mi segítettünk Németországot az NDK-sok átengedésével, a vasútbörgyük lebontásával, hol pedig Európa kapuját nyitotta ki a magyar terület. Az Európai Egység a szabad és független európai nemzetek erőszövetsége, a mi politikai kifallásunk sarokköve volt és marad is. Amikor 1990-ben elindítottuk, majd 2004-ben sikerre vittük Európa újraegyesítését, nem gondoltuk volna, hogy Európa egysége és jövője még a mi életünkben újra veszélybe kerül. Néhány éve azonban ismét azt látjuk, hogy Európa veszélyben van. Veszélyben az egysége, ezért veszélyben a jövője is. Két súlyos történelmi kérdés feszegeti ma Európa egységét. Az első az illegális bevándorlás problémája, amit megalkotottan fogunk újkori népvándorlásnak nevezni. A másik kérdés, hogy milyen jövő felé tartunk. Brüsszel Európája, vagy a nemzetek Európája felé. A tény komoly, ezért mindkét kérdésben óriási erők feszülnek egymásnak. Két olyan vita közepén állunk, melyek kimenetele hosszú évtizedekre megváltoztathatja Európát, az európai emberek mindennapjait, a saját életünket, a gyerekeink sosem elég gondolunk, de az munkánk jövőjét. Ha rossz lapra teszünk, elveszíthetjük a kultúránkat, államunkat, életformánkat, biztonságunkat, mégpedig egyszer és mindenkorra visszafordíthatatlanul, úgy ahogyan ez Semmény Zsolt elnök úr az előbb érzéletesen elmagyaráztam. Ezekben a vitákban mindenkinek van véleménye, és akinek megfelelő hangszórója és erősítője is van hozzá, az telik időből hangoztatja a saját álláspontját. Az illegális bevándorlással kapcsolatban az európai vezetés, különösen annak baloldali szárnya, érvek arzenáljával bombázza Európa polgárait és próbálja elaltatni éberségüket. Ilyen érv, hogy illegális bevándorló, illegális migráció nincs is. Aki ide akar jönni, itt akar letelepedni, annak legyen szabad bejárása Európába. Másodlagos, engedély nélkül, papírok nélkül lépj át a határt, megsértve a hatályos törvényeket. Ilyen érv, hogy az európai embereknek humanitárius kötelességük befogadni a bolygó egyik legkisebb kontinensére, akár a félvilágot is. Mondják, hogy ez akkor is így van, ha a hatalmas vagyonnal és gazdasági erővel rendelkező, a migránsokkal rokon nép, szomszédos államok nem engedik be, hanem Európa felé terelgetik őket. És ilyen év az is, hogy nekünk gazdasági érdekünk lenne bevándorlással kezelni Európa súlyos népesedési problémáit, és lenne fagoló munkaerőhiány. Nem zavarja őket, hogy közben kilóg a rólább, Európa szerte néhány országot leszámítva magas a munkanélküliek, különösen pedig a fiatal munkanélküliek aránya, az eddig érkezett bevándorlóknak pedig csak töredéke áll munkára. Az őrült ötletek simogatója, hogy lényegek a szolidaritásra hivatkozva azon fáradoznak, hogy kötelező jelleggel, kvótarendszerrel vagy épp migránssal kialakításával minden uniós tagállamban migránsokat felvítsen. Ráadásul most azoktól az országoktól várnak egy működést, akiknek a véleményét meg sem kérdezték, amikor annak idején úgy döntöttek, hogy tömegével hívják be Európába a migránsokat, és közben egyébként megünnepelték a saját nagy lehetőségüket is. Ígérő. Nem akarok részt venni abban a történelem hamisítási német kísérletben, amely a migránsok 2015-ös beengedését Németország helyett Magyarország nyakába akarja varni. A német sajtóban fölött én is. A
A történelmi igazság kedvéért azonban elmondom, hogy a német kancellárnak köszönettel vettem akkor a segítségét, de leszögeztem, hogy a helyzetet a schengeni szerződés szerint Magyarország képes és kész kezelni Magyarországon meg. Azt javaslom egyéb iránt, hogy most 3 hónapra jegeljük a németekkel fennálló vitáinkat. Ott választási kampányban. Mi abban nem akarunk részt venni. Vannak olyanok, akik bele akarnak rángatni minket, például régió barátunk és hívunk Schulz-Szertárs, aki már az Európai Parlamentben is, igazi brüsszelitaként, kiütést kapott tőlünk, vagy még pontosabban a nemzeti függetlenség és a szabadság gondolatát. Most, hogy visszatért Németországba, és bukásról, súlyos választási vereség, sőt, lenőgés elé néz, jobb hiány magyar ellenes epeülésekkel akar jó pontokat szerezni a német választó körében. Ez felelőtlenség, államférfi ilyet soha nem tesz, bár lehet, hogy az ambíciót nem is játszik szerepet. Mi őrizzük meg a hidegvérünket, viselkedjünk felelősen, és ne üljünk fel a német baloldal provokációinak. És esélyként mondjunk el egy csendes imád Angela Merkel győzelméért, igen, a nemzetszolgálat néha személyes áldozatot is kíván. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A multikulti kukába dölt. Ennek árát most az összes tagállamban köztük velünk akarják megfizetni. A nyugati országokban oktalanul beengedett migránsokat most szét akarják osztani azok között, akik megvédték magukat és nem engedték be őket a saját országunkba, mint például Magyarország. Persze, megértik őket, valójában ők is szabadulni akarnak tőlük, csak nem vallják be. Szégyen. Ezért találták ki a szolidaritás szöveget, mégiscsak elegánsabb az erkölcsi jó kifejező szolidaritásra hivatkozni, mint bevallani, hogy most már kívül akarják látni őket a saját országban. A nép persze nem ilyen szemérmes és szégyenlős, ők nyíltan bevallják, azért támogatják egyes országokban kvótákat, mert az azt jelenti, hogy tőlük a migránsokat fognak elvenni. Ez az igazság. A szétosztás, a baj szétosztása azonban rossz módszer. És nem európai módszer. Mi azt javasoljuk, hogy akinek a migránsok már nem kellenek, ne szétossza Európán belül, hanem szállítsa ki őket Európára. Ehhez minden segítséget megadjuk. Ezért támogatjuk az olasz és a német belügyminiszter közös javaslatát, hogy a határvédelem vonalát toljuk előre Líbiához, sőt le Líbia déli határát. Nos, ebben Európa számíthat Magyarország közreműködésére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!